életemre nyomata. Megjelenik benne minden jó és a küzdelmek sorozata. Életfoltok, folt életek címmel nyílt kiállítás Bátaszéken, a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az alkotások Szijjártó Istvánné nevéhez kötődnek, aki 2000-ben szeretett bele ebbe a művészeti ágba. Láttam egy kiállítást még a régi úttörőházban, és annyira csodáltam az akkor kiállított alkotásokat, hogy úgy éreztem, ezt én is szeretném csinálni. Mindig is volt indítatásom ahhoz, hogy kézimunkázzak, kötöttem, horgoltam, himeztem. Ebből következik az, hogy szerettem volna mindig valamivel kifejezni azt, amit érzek az alkotásaimba. És amikor a foltvarrás alapjait megtanultam, mert egy alaptanfolyam nélkül nem ér az egész semmit. Tehát az alaptanfolyamon az egész alkotásnak a csinyát, binyát meg lehet tanulni. És amikor úgy elkezdtem a szárnyaimat próbálgatni, most már több önálló kiállítást összehoztam, főleg könyvtárakba, Nagy Dorog, Bikács, a kórháznak az I épülete, és sok-sok közös kiállítás a Szekszárd környéki foltvaró egyesülettel. Kezdő foltvaró koromban még 2000 körül, akkor még gyakorlásképpen mindenképp a hasonmás kiadványokkal gondolkodtunk, tehát mindenki háromszögekből, négyszögekből építkezett. Ez jellemző az egész világon, hogy a foltvarók a foltvarást vagy patchworköt azonos módon művelik, és vannak gyűjtemények, mintagyűjtemények, amik nem is olyan egyszerűek. Vannak egyszerű dolgok, meg vannak nagyon nem egyszerűek. És amikor a baráti házaspár azt kérdezi tőle, hogy ezt a falvédőt te is meg tudnád varni? Ó, hát akkor lelkesen azt mondja az ember, meg hát. És utána szembesül azzal, hogy bizony ez egy fél évi kitartó munka, rátétes, szabás, mindenféle egyéb rajzolásnak a kritériuma, és akkor egy hasonmás kiadványt tudunk elképzelni. Szijjártó Istvánné szinte minden lehetőséget megragad, hogy bemutassa munkáit, több országos pályázaton is indult már. Az idén például pályázni lehetett a kereszténység kialakulása, Veszprém Gizella királyné. Az én Karél Lilla nevű unokám Balatonendréden a felső tagozatba csipkét ver. Ezt tananyagszerűen csinálják, mert ökoiskola. És a negyedik munkáját nekem ajándékozta, az egy kereszt. És én e kereszt közé olyan koncepciót képzeltem el, hogy ahogy az égre néz az ember egy ólomüveg technikás ablakon keresztül, és akkor megvalósítottam. A másik évben olyat írtak ki, hogy játékosság. Hát én arra gondoltam, hogy a forgók, azok pontosan játékok is, játékosság is, és a végén a háromdimenziós megvalósítás egészen jól sikerült. A hajtogatott technika is elvarázsol. A különböző sablonok is nagyon tetszenek. És a bátaszéki molyhos tölgyet is megcsináltam egy transfer technikával, viszont az egy kicsit kezd kifakulni. És akkor arra gondoltam, hogy mi az, ami új lehet még ebbe. Hát kitaláltam, hogy amit megvarrok, azt megfestem akrillal, mert egy idő után egy 7 éve elkezdtem rajzolni, festeni, és tagja lehetek a Bárka Művészeti Szalonnak. Elmondta, sok olyan munkája van, amin több mint 500 órát dolgozott összesen. És hogy hogyan férez bele a mindennapi életbe? Össze lehet egyeztetni. Egy kicsit kell álmodozni, aztán felébredni, és minden nap csinálni valamit, amitől a lélek szeret bennem lakni. Egyszerűen olyan társaságokba kell járni, hogy az ember feltöltődjön velük, és adjon nekik valamit. Természetesen a foltvarásnál tanítani is szeretek, mert arról beszélni, hogy milyen csodálatos dolog ez, hát arról a legkönnyebb. Ettől válik teljessé az életem. Úgyhogy ennyit, mindent. A kiállítást december 16-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Bátaszéki Művelődési Házban.